Katarzis komplex tematikus művészeti terápiás foglalkozás indult az ifjúsági klubban. Bonyolultan hangzik, de a terápia célja egyszerű, a traumák feldolgozását, a személyiség fejlődését és a sikerélményt akarják elérni. A célhoz vezető módszer pedig az alkotás, hiszen a módszer alapelve, hogy minden ember művész, és mindenkiben benne rejlik a kreativitás. Az ingyenes terápiás foglalkozásokra a középiskolásokat várják. Kíváncsi voltam, hogy ez milyen, és igazából nagyon félek, mert nagyon nincs kézügyességem, de majd kiderül. Majd elmúlik. Köszönöm. Szuper. Én Boki vagyok, és igazából érdekel, hogy hogyan lehet így a művészettel úgymond feldolgozni dolgokat, és szeretek így otthon is kézműveskedni, rajzolgatni, színezgetni. Egy rövid kis bemutatkozás és kellő ráhangolódás után előre meghatározott tematika alapján indult el az ifjúsági klub legújabb kezdeményezése, a Katarzis Komplex Művészetterápiás csoport, melyben egészen sajátos és különleges módon ötvöződik a pszichológia, a drámapedagógia és a művészetterápia. Én Katarzis Komplex Művészetterápiával foglalkozom, illetve még most is tanulom. Ezt dr. Antalfai Márta fejlesztette ki, és tulajdonképpen a résztvevőknek egyáltalán nincs szüksége előzetes ismeretre vagy tudásra, hiszen eszerint a terápia és módszer szerint minden ember művész, és az évkörön, illetve ennek változásain keresztül dolgozunk fel traumákat, sérüléseket, de szerintem ez nagyon jó stresszoldó hatású, illetve nagyon jó hatással van az önismeretre, és sajátossága még, hogy egyensúlyt teremt a tudatos és a tudattalan között, illetve az agyféltekék közötti működést is kiegyensúlyozza ez a módszer. Tegyétek rá a lap közepére ezt a zsírkrétát, és egy spirális mandalát fogunk most rajzolni, ami tulajdonképpen olyan formájú, mint a csigaháza, tudjátok, ez a sima spirál, és kellett titeket, hogy csukott szemmel csináljátok ezt a mandalát, és csak annyit csináljatok, hogy körözzetek, és ahogyan érzitek, ahogy visz a kezetek, úgy haladjatok szépen belülről kifelé, és egy vonallal csináljátok ezt meg, hogyha úgy érzitek, hogy kész van, hogy kiértetek, vagy nyissátok ki a szemeteket, és emeljétek fel a zsírkrétát. A foglalkozás nagyjából 50-50 százalékban épít Jung és Freud személyiség lélektanára, valamint a művészetre, mint alkotó terápiás közegre. Ezek segítségével igyekszik lényegében a katarzis élményére is alapozva feloldani az egyéni konfliktusokat, stressz helyzeteket, elfojtott problémákat. Minden egyes csoportot más-más tematika szerint fogok tervezni, egészen különböző témákat lehet feldolgozni. Azzal a csoporttal, akikkel most fogok dolgozni, tulajdonképpen életút és ennek szakaszait fogjuk az alkotásokban megjeleníteni. A magzati kortól egészen addig, ahol most tartanak, ők fiatal felnőttek. Április, te évek éke, fák reménye, bolyhos bimbók szoptatója. Fényed jár a fák fölött, az ág között, s búgó zsengéinket újja. Április, ha jössz, a rét sok színét, új virágát szórod sárga, piros, kék, s kékes lila bomlik feltündöklő szép világra. Április, zefíreid lesnek itt, fák alatt vidám szövetség, hűvös hálót bontanak hallgatag, hogy a szép flórát elejtsék. Április. Szelíd kezet hinteget, szerte szét bokorra, fára, könnyű szirmot, harmatot, s illatod leng fölöttünk, mint a pára. A csoportok az első alkalommal kötnek egy titoktartási szerződést, hiszen ez nem a hagyományos rendszerint működik, hogy leül a páciens és elmondja, hogy mi a baja, és aztán erre érkezik egy válasz, de ettől függetlenül előjöhetnek olyan dolgok, ami nyilván nem jó, hogyha kikerül a csoportból. És maga a foglalkozás pedig úgy épül fel, hogy van egy bevezető gyakorlat, ez egy nagyon rövid gyakorlat, ami tulajdonképpen a megérkezést szolgálja, mindenki elmondja, hogy hogy van, és két alkotás fér bele egy foglalkozásba, ezt egy relaxáció indítja el, amit én vezetek, aztán elhangzik egy vers,
és aztán bekapcsolok egy zenét, ami ezt kiegészíti, és ebből visszatérve szépen lassan azokat a képeket festik meg, ami ez alatt a relaxáció és szöveg alatt eléjük jött. Mi, mint kívülállók, a csoport tagjainak engedélyével lényegében eddig a pontig pillanthattunk be a komplex művészetterápia módszerébe. A munka ezt követően már zárt körben folyik, amelyet csak belülről ismerhet meg az az érdeklődő, aki bekapcsolódik valamelyik csoport munkájába.